Több száz új munkahelyet teremt a Contitech Magyarország Kft. Nyíregyházi gyára a következő két évben. Már a 6 milliárd forintot is meghaladja az az összeg, amelyet a multinacionális vállalat a gyár fejlesztésére fordított. 2010 óta 500 milliárd forintos fejlesztést hajtott végre az állam Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezt Magyar Levente mondta a Continental autóipari cégcsoport Nyíregyházi gyárában. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, a térségben 5000 munkahely jött létre az elmúlt 7 évben. A megyei munkanélküliségi ráta pedig a közel 20%-ról 3,5%-ra csökkent a megyeszékhelyen. Magyar Levente hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2010-ben 280 milliárd forint ipari termelési értéket állítottak elő, tavaly pedig már több mint 640 milliárd forint volt ez az összeg. Ezek egy nagyon rövid idő alatt elért hatalmas előrelépések, aminek az elsődleges érdeme a nyíregyházi és a szabolcsi munkavállalók képzettségében és erényeiben keresendők, hiszen hogyha nem volna magasan kvalifikált és megbízható ez a munkaerő, akkor nem jönnének ide olyan világcégek, mint a Continental, amelynek az árbevétele egymagában, mint egy egyharmada a magyar GDP-nek, tehát egy olyan világszereplőről van szó az iparban, az autóipari beszállítói világban, amelyik az első között említendő. Köszöntöm a stúdióban Jókai Lászlót, a Contitech Magyarország Kft. Nyíregyházi gyárának ügyvezető igazgatóját. Jó estét kívánok! Picit részletezzük, hogy pontosan miből is áll az a fejlesztés, amit végrehajt a Continental itt Nyíregyházán, és hát egy kicsit menjünk visszább, hogy vajon miért pont a nyíregyházi gyárra esett a választás. Ezt azt gondolom tekinthetjük a megelőző munka eredményének is. Igen. Hát talán itt együtt beszélgettünk két évvel ezelőtt, mikor bejelentésre kerültek ezek a nagyobb volumenű, számunkra legalábbis nagyobb volumenű beruházások, és most értünk el odáig, hogy már részben el is indultak. Tehát elkezdődtek ezeken az új technológiai sorokon a gyártófolyamatok, illetve van olyan, amelyeknek a próba üzeme néhány héten belül kezdődik. Több szakaszban történik ez. Így van. Így van. Hát arról van szó, hogy egyik oldalról egy olyan komplex gyártási technológiát valósítottunk meg, ami eddig még nem létezett itt Nyíregyházán, a mi gyárunkban. Ez a úgynevezett autóipari, járműipari, hűtő-fűtő tömlők gyártási, teljes gyártási sora. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a személyjárművekben a motor okozta meleget, természetesen folyamatosan kezelni kell és hűteni kell a működő képességnek megfelelően. Ezen túl, érdekességképpen mondom, hogy az elektromos hajtás, az elektromos autók számának növelésével az igény ezekre a hűtő-fűtő tömlőkre triplázódni fog. Tehát ha nem nő az autógyártás, a járművek számának, ha száma nem növekedik a világban, az igény ezekre a hűtő-fűtő tömlőkre triplázódni fog, hiszen az akkumulátorokat is folyamatosan hűteni kell. Tehát ez igazán jövőbe mutató beruházás, hát ennek durván azt mondhatom, hogy az első része valósult meg, és a munkatársaink már az elmúlt hónapokban elkezdték a szállításokat a Volkswagen európai gyáraiba. A másik ilyen nagy beruházásunk egy gumipari alap technológia volt, a gumipari kalander beruházás. Ennek azért van nagy jelentősége, mert mindeddig a kalanderezett félkész terméket Németországból vásároltuk. Tehát nem kell mondanom, hogy milyen hatással volt ez a versenyképességre. Nem beszélve arról, hogy ez a gumipari kalandersor jelenleg a Contitechen belül a világban a legmodernebb ilyen jellegű berendezés. Tehát ezzel is egy kicsit az ipar 4.0, a magasfokú automatizáltság, az elektronika, hát több mint 2000-2500 szenzor van ezen a gépsoron, tehát igen magas szintű gyártóberendezésről van szó. És a harmadik nagyértékű beruházásunk pedig egy kaucsuk keverősor, amivel egyel már rendelkeztünk, ez a második, vagyis megduplázódik a kapacitásunk. Hát nem véletlenül volt erre szükség, és az első keverősornak a kapacitása teljesen betelt. Tehát ezt a piac kényszerítette ki. A kérdés második fele, hogy hát miért éppen itt történtek ezek a beruházások,
Hát ez azt gondolom sok tényezőnek a függvénye. Hát az egyik nyilvánvalóan az, hogy a világban léteznie kell egy nagy kereslet növekedésnek ahhoz, hogy a nagy gyártók újabb befektetésekre, beruházásokra készüljenek és indítsanak el újabb beruházásokat. Másik, hogy ezen belül meg kell nézni, hogy melyek a világnak azon térségei, ahol versenyképesen ezeket a befektetéseket végre lehet hajtani. És ezért nagyon érdekes, hogy Nyíregyházán, hogy mondjam, azért Magyarországon is nem a legfejlettebb régiók között szokták említeni ezt a vidéket, mégis a döntés ránk esett, ide esett Nyíregyházára. Hát ebben már benne lehetett a kormány által nyújtott, egyedi kormánydöntés által nyújtott támogatás. Ebben benne lehetett az, hogy bár azért évtizedek óta itt működik az a gyár, olyan körülmények között, amely mind a hatékonyságát, mind a vevőkiszolgálás minőségét tekintve, hát az elsők között jár összehasonlításban cégcsoporton belül és a versenytársak között. Emellett azt gondolom, hogy a város egyre jobb feltételeket nyújt az itt lévő multinacionális cégek számára is, és ezt a döntéshozók számára is ismerté vált. Csak hogy egy kicsit érzékeltessük, hány gyár közül választhatott? Hát a Continentalnak megszámlálhatatlan egysége van, 200 vagy a fölötti egysége van a világban. Hát az országok száma is megközelíti a 100-at, ahol gyártóegységekkel rendelkezik. Ezen belül a Contitech, a műszaki gumitermékgyártó divízió is közel 60 országban van jelen a világban. Magyarországon is, hát Continentalnak is vannak gyárai, Contitech divízión belül is vannak gyárak. Összességében mintegy 9000 dolgozója van Magyarországon a Continentalnak, tehát csak Magyarországon, és ez mintegy 5000 csak a Contitech divíziónak. Hát ebből jelenleg egy 500 munkatársunk dolgozik a nyíregyházi gyárban. Milyen képzettségi szinten itt elhangzott a bejátszásban, hogy valószínűleg ez is közrejátszhatott a döntésben, hogy itt azért jól képzett munkaerő áll rendelkezésre? Amikor egy beruházási döntésről beszélünk, akkor nagyon sokféle szempont alapján megvizsgálják a lehetőségeket. Azt kell mondjam, hogy a munkaerő lassan már nem is a puha tényezői közé tartozik a beruházási döntéseknek, hanem egyre inkább lényegi tényezővé válik, és ezt azt gondolom Magyarországon is, még a térségben is nagyon sokszor hallhatjuk, hogy a szakképzett munkaerő hiánya. El kell mondjam, hogy ez a mi vonatkozásunkban, a Contitech Magyarország Kft. Vonatkozásában, ez nem teljesen így van. Tehát nálunk jelenleg is munkatársaink több mint 50%-a legalább szakmunkás végzettséggel rendelkezik, és akik nem rendelkeznek legalább szakmunkás végzettséggel is folyamatosan képzés alatt vannak, folyamatos képzésen vesznek részt. Természetesen a fehérgalléros vagy a irodai dolgozók, irodai szakemberek területén hát külön elvárás a nyelvtudás. Tehát amellett, hogy valaki nagyon jó mérnök, vagy nagyon jó közgazdász, vagy nagyon jó logisztikus, elengedhetetlen, hogy jól beszéljen idegen nyelvet. Tehát egy ilyen világkoncern esetében egy jó mérnök, mert azt szoktam mondani, soha nem derül ki, hogy ő jó mérnök. Mert hát olyan partnerekkel, vevőkkel, beszállítókkal, még a saját szervezetünkön belül is olyan emberekkel kell kapcsolatot tartani, ahol természetesen folyékonyan és zökkenőmentesen kell tudni társalogni. Itt pontosan hány új munkahelyet tudott teremteni a Contitech? Tehát igen. Hány embert vettek most fel az utóbbi időszakban? Tehát említettem, hogy a három nagy beruházásunk közül kettőben már elkezdődött igen. A munka, egy esetében pedig néhány hét múlva kezdjük 2-3 héten belül a próbaüzemet, tehát már a munkatársaink 1-1,5 éve hát képzés alatt állnak, illetve dolgoznak. Ez azt jelenti, hogy képzésük a Contitech más magyarországi gyáraiban, vagy külföldön Németországban történt hónapokon keresztül. Tehát nem néhány hétről van szó, hanem ez egy komoly szakmai képzést jelent. És körülbelül 200-250 fővel vagyunk többen, mint 2 évvel, másfél évvel ezelőtt,
És mivel még csak felfutás fázisában van ez a két működő nagy beruházásunk, illetve vannak még olyan technológiai berendezések, sorok, amelyek még most kerülnek telepítésre, hát azért a következő években még további 300-350 vagy akár ezt meghaladó munkahely teremtésre számítunk. Természetesen a piac alakulásának függvényében, mert hát mindennek gátat szabhat, vagy éppen mindent elősegíthet. Na most mi úgy látjuk, hogy elő fog segíteni, és az ezéves terveket, ezéves előrejelzéseket látva jelentős bővülést fogunk tudni felmutatni. Mi pedig örömmel beszámolunk majd ezekről az eredményekről is. Jókai László, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.